Sziasztok! Folytatom a sorozatot a Taróról. Ez a negyedik epizód, de a harmadik kártyát fogjuk megnézni, és mielőtt bárki megkérdezni, miért a Tom Sawyer van a hátam mögött, ugye, ti tükörben látjátok, tehát pont nem fogjátok látni szerintem, hogy van ide, vagy tehát teljesen ide, ez a Tom Sawyer. Azért, mert van benne egy rész, most kerestem pár napja elő, ahol a kerítésfestést meséli el, ugye, a szerző, hogy Tom hogyan kellett, hogy lemeszelje a kerítést, olvasátok el, zseniális, sokszor szoktam utalni rá, csak itt előhagytam a könyvet, mert be akarom vinni a saját csoportomnak, mert fel akarom nekik olvasni. Tehát nézzük, hogy akkor a hármas számú lap az mit hordoz, ez a császárnő lapja. Megosztom veletek ismét azt az ábrát, amit elkészítettem. Fontos még egyszer értenetek, hogy maga a lap, az gyakorlatilag, nem tudom, hogy az most miért csinálja ezt, mindig több akar följönni. Tehát maga a lap, ugye az a Rider-Waite-ben nagyon egyértelműen egy várandós nőt mutat. Ez nem mindig egyértelmű a többi tarónál, de általában azért közmegegyezésre itt egy várandós császárnőt látunk. Azt is elmondom, ugye, hogy én úgy tanítom ezt meg nektek, hogy hozzárendelek bolygója fel égítest archetípusokat, és mindig adok neki egy jelmondatot, hogy mégis mit jelent ez a dolog. Ahogy értsétek, ez elsősorban a tanítványnak szól ez a sorozat, nagyon örülök, hogyha mások is megnézik. Az a célom, hogy egyrészt magát az égítest archetípust jobban el tudja magyarázni a képek segítségével, hiszen a taró segít leképezni az információt, képi formában odahozza nekünk az információt. Másrészt pedig, ha a taróval akarsz foglalkozni, és valamennyi asztrológiai ismerete is van, akkor össze tudod a kettőt kapcsolni. Na most, megint ugye nézz rá a kártyára. Tehát a legtöbb hiba, amit elkövethetsz, az, hogy megtanulod könyvből a tarót, vagy elmész egy tanfolyamra, ahol megtanítják, hogy a jelentése micsoda, majd rá se pillantasz a lapra, hanem felírod, hogy császárnő, jó, akkor ezt jelenti, oké. Nézz rá a lapra, könyörgöm. Ugye, eddig mit tanultunk? A sárga szín, tehát hogyha az égbolt sárga és nem kék, akkor kozmikus háttérsugárzást észlelünk, tehát nem egy normál ég van fölöttünk, nem a kék ég, ami ugye azért a vízpárát is odahozza az érzelmeket is, meg az oxigént, hanem kozmikus háttérsugárzás. Rengeteg növényt találsz, ugye a növény mindig a növekedési tendencia, megjelenik a hatalom jelvénye is természetesen, ugye, tehát a trónus az vörös, megjelenik a Vénusznak a szimbóluma, ami különösen azért érdekes, ez egy nagyon érdekes mozdanat itt, mert ugye annak idején, a kezdetén, amikor a patriarchális világ elkezdett isteneket legyártani, istennők a világteremtő istennő helyett, akkor ketté vágták a nőt fogták, az örömszerző képességét berakták a Vénuszba, a reproduktív képességeit pedig a Holdba, és ez hermetikusan el lett zárva, tehát abszolút, tehát a férfiak elmentek a kuplerájba az örömökért, és ugye őrizték az asszonyuknak az erényét azért, hogy az utódok azok tiszta utódok legyenek. És ez most itt keveredni látszik, ugyan nincsen hold szimbólum a császárnőn, tehát könyörgöm, azért mégiscsak egy várandós asszony, és mégiscsak ott van a trónusán a Vénusznak a jele, a szívben, egy ilyen stilizált szívben, és ha látjátok, ugye itt érett búzák, búzaszálak veszik körül a császárnőt, aki a természetben fák között ül. Itt ugyan nem látsz virágot a természetben, de a ruhája az igenis virágokkal, vagy hát gránátalmákkal. Tehát ezen mindig halálra vitatkozzák magukat a tarológusok. Én ezt itt virágnak veszem, mert virág, tehát ugyan a magyar nyelvszabályai szerint az LRI hang ugyanaz a kategória, tehát a szavak felcserélhető, tehát ha virágot látsz, az bizony világ, a virág rajzolata, az pedig a világ teremtése, és itt pedig a császárnő hordja magát a ruhát. A kezében a jogar, ugye, ami a jogot képviseli, a jog, tehát hogy ez egy jogos utód, tehát valódi utód, ami azért érdekes, ugye, megint érdekes, mert hogy ha egy császárnak vagy egy uralkodónak házasságon kívül született gyerek, az csak fattyú lehetett, egy császárné, egy uralkodónő viszont mindig
trón örökös szült, tehát mindig a hivatalos utódot szülte meg. Ezen gondolkozatok el, ez tényleg izgalmas ilyen értelemben. A magyar kártyán úgy uralkodónőt ábrázolnak, egyébként pedig empress, tehát császárnő az angol száz országokban a neve, teljesen mindegy, ugyanazt jelenti. És ahogy mondtam, körülveszi őt a növényzet, az érett búza, ami mindig az önfeláldozásnak is a szimbóluma, már pedig a várandóságban hatalmas önfeláldozás van, 9 hónapig bennünk növekszik a gyermek, én nem szerettem terhes lenni, ezt többször elmondtam, ezért meg is kaptam a magamét, és a szentikék megint szittítettek, akkor se szeretem, imádom a gyerekeimet, az unokáimat, utáltam terhes lenni, ilyen alien nyavaja érzés van. Valószínűleg azért, mert nagyon keskeny a csípőm, és akkor még 60 valahány cent is volt a derekam, ez azóta többszörösére növekedett, de akkor nagyon kicsi voltam, és szétnyomott a gyerek, egyszerűen azt éreztem. Tehát én nem szerettem terhesen, amennyire szerettem csecsemőként a gyerekeimet, és szerettem az anyaságnak ezt a szakaszát, annyira nem bírtam elviselni a terhességet. Ez van, de esetek megérte. Minden esetre, és örülök, hogyha nektek nem az volt. Tehát nagyon örülök, hogyha nektek szép és békés terhességetek volt. Tehát a várandós asszony búzapalászok között van, a búzapalász pedig azért tökéletes szimbóluma az anyaság önfeláldozásának, mert ezt teszi tulajdonképpen a búza is, a növény maga, ugye megáll a saját táplálásában, elkezdi a magot táplálni, a mag beérik, ő maga meg elpusztul. Tehát ez gyakorlatilag a teljes tökéletes önfeláldozást szimbolizálja, ami az anyaságnak része kell, hogy legyen. És ott egy kis vizecskét is látunk, egy csörgedező kis patak, ugye egy kis vízesésben fejeződik ki, hogy itt azért érzelmekről is van szó, de ha megnézzük a hatalmi színminőségét az érzelmi színhez képest, akkor látjuk azt, hogy itt bizony a hatalom az jóval inkább ott van. Miért is? Azért, mert a császárnő, az uralkodónő a világi hatalom női csúcsa. Ugye, ő neki már csak az a dolga, hogy megszülje a trónörököst, ő megtette a kötelességét, és most már csak várni kell, és a szerezd, a gondoskodó elf kisbolygóját, az elsőnek felfedezett azt területet, ami azóta már kisbolygóvá avanzsált, azt illesztettem hozzá, hiszen ez pontosan erről szól, tehát a gondoskodás, anyáskodás, az anyaság felvállalásának a szimbóluma, nem a holdat, mielőtt beleköttünk, mert van hold kártya, tehát értelemszerűen a hold lesz a hold. Jó, tehát ez a szerez kapcsolódik hozzá, ez egy nagyon érdekes szimbólum, szeretném felhívni a figyelmeteket rá, hogy az anyag keresztjén a lélek félköre uralkodik, ugye az ikonográfiánál mindig a lent és a fent fontos, mert a lent az alap, és a fent pedig ugye a felépítmény, vagy ami fölöttem van hierarchikusan, és ez a szimbólum nagyon-nagyon hasonlít a Jupiter szimbólumához, azzal a különbség, hogy a Jupiter nem tud igazából az anyag keresztjén uralkodni a lélek segítségével, csak ide a bal szárára tudja illeszteni. A bal oldal ugye az anyai, a feminin oldal, mert Jupiter a feminin oldaltól kapta a hatalmát. A Szaturnusz is egy ilyen féloldalas szimbólum ez. Tehát nagyon érdekes, ezt is érdemes végig gondolni, hogy akkor ez mit is jelenthet. Tehát a jelkép, vagy a jelmondat pedig az, hogy adj életet annak, ami benned van. Mit is jelent az uralkodónő? Egyrészt ez az egyetlen időjelölő kártyánk a nagy arkánumok közül, vagy az egyik határozott időjelölő kártya, azt többször elmondtam el, hogy odaát idő nincs, a kártyákkal nem lehet hosszú távra jósolni, általában nagyon nagy keretek között, talán fél évre, egy évre tudja megmutatni a dolgokat, kivéve a császárnő, ami kimondottan időjelölő, tehát mutathatja azt, hogy 9 hónapon egy éven belül, tehát ez az egyik olvasat, a másik olvasat, hogy ősszel, tehát a szüretkor, ugye, a szülés és a szüret az ugyanazt a szimbolikát hordozza. És amikor a császárnőt kihúzod, akkor először is az azt jelenti, hogy igen, a válasz igen, de idő kell hozzá. Tehát add meg hozzá az időt. Ez is egy türelmes lap, türelmet igénylő lap, aki volt terhes, az tudja, hogy hát bizony ahhoz a 9 hónaphoz nagy türelem kell, és nem lehet sietetni. Tehát engedd meg, hogy ez működőképes legyen, add meg neki a megfelelő időt, engedd, hogy beérjen. Ez egy gyümölcsöző, szép dolog, amiben benne vagy, be kell, hogy érjen, amihez idő és türelem kell. Tehát valami megindult, valami elindult, megfogant az utód, a császár, ugye, a trónörökös megfogant, és nekem nem, nincs más dolgom, mint hogy nyugodtan kivárjam, amikor elérkezik végre a szülés, a szüret ideje, és akkor világra hozom azt,
ami bennem van. Ezt szimbolizálja a császárnő, és a színek, és a növényzet, a víz, tehát hogy megjelennek az őselemek benne, és megjelenik a kozmikus háttérsugárzás is, mutatja azt, hogy ez így van jól. Tehát ez a folyamat, ami elindult, az gyümölcsözően véget fog érni, ha elég türelmes vagy, és hozzáteszed mindazt, ami szükséges, be fog érni a dolog, meg fogod tudni szülni azt, ami benned van. De adj neked magadnak időt, türelmet, és tegyél meg mindent, hogy semmi ne veszélyeztesse ezt a folyamatot. Mert ez is benne van a kártyában. Ugye, ha összekapcsoljuk a szerezzel, a gondoskodó elvel, összekapcsoljuk a búzaszemekkel, az érett búzaszemekkel, az aratás előtt álló búzaszemekkel, le fogod tudni aratni a munkád gyümölcsét, létre fogod tudni hozni mindazt, amire szükséged van. Csak idő kell hozzá, gondoskodás, táplálás, tehát tápláld a céljaidat, tápláld mindazt, ami benned van, és meg fogod tudni szülni, világra fogod tudni hozni azt, amit szeretnél. Hamarosan. Jó. Na és akkor nézzük még a császárt meg, még azt